A rendkívüli közgyűlést azért kellett összehívni, mert a kormány egy nemrég hozott határozatában március 20-ai határidőhöz kötötte az igények befogadását. Egy korábbi közgyűlésen született döntés arról, hogy az önkormányzat lajstromozza, milyen állami tulajdonú ingatlanokra tart igényt. A Törökfürdő és a Reuma kórház épülete három helyrajzi számon van. A Fürdő utca 3-4 szám alatti épület együttes építészetileg és funkcióját tekintve is összetartozik, ezért szükséges a tulajdonviszonyok rendezése. Emellett a Törökfürdő fejlesztése kapcsán vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítését is segítheti ez. A dr. Nagy János utcában egy 11 lakásos társasházban 10 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A város egy állami tulajdonú lakásra tart igényt. A Hibai Károly úti óvoda állami tulajdonban van, az intézményt az önkormányzat üzemelteti, ezen épület tulajdonjogát is szeretné megkapni a város. Országosan több mint 3000 ingatlan iránt jeleztek igényt az önkormányzatok, várhatóan hamarosan, gyorsított eljárásban születik döntés a kormányzat részéről. Az előterjesztést egyhangulag támogatta a képviselőtestület.